A tolerancia, az együtt gondolkodás és a közös, békés jövő építésének fontosságát hangsúlyozták Tordán az elmúlt hétvégén az egyházi felekezetek képviselői és a jelenlévő világi elöljárók. A nagyszabású ünnepségen az 1568-as tordai országgyűlésen kimondott vallás és lelkismereti szabadság kihirdetésének 450. évfordulójára emlékeztek. A következő 25 percben az ünnepi esemény összefoglalóját láthatják. Mutasd meg, Uram, a Te utadat, hogy járhassunk a Te igazságodban, és teljes szívvel tiszteljünk Téged. Imádkozunk. Örökkévaló Isten, szerető édesatyánk, gyermeki lelkünk tisztaságával, és igazság utáni vágyával formálódik ajkunkon a Te neved. Ebben az ünnepélyes órában is olyan őszintén szólítunk meg Téged, ahogy a gyermek szólítja a szülőjét. Olyan alázatosan, ahogy a teremtmény hívja teremtőjét. Olyan meghatottan, ahogy a véges keresi a végtelenben létének az értelmét. A názáreti Jézus tanított arra, hogy lélekben és igazságban keressünk Téged, és akkor megtalálunk. Ő mondta, hogy mindnyájunk szerető atya vagy, s mi emberek egymásnak testvérei. Itt állunk hát egymás mellett, mint a Te gyermekeid, és mint testvérek. Bár különbözőképpen valljuk meg a beléd vetett hitünket, de szent fiad, ami tanító mesterünk intését megfogadva, szeretetben fordulunk feléd és a mellettünk levő embertárshoz. Együtt akarjuk hallani biztató atyai hangod, mely derűvel, jókedvel tölt el bennünket, hogy reménységgel tudjunk a holnapok fele nézni. Az emlékezésnek ezen a napján azért imádkozunk itt Tordán, ez áldott hajlékban, hogy taníts úgy szemlelni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Úgy, mint elődeink, akik 450 évvel ezelőtt bölcsen és okosan tudtak dönteni. Megértsük, hogy nem egymás fölé vagy egymás alá rendeltél bennünket, hanem egymás mellé. A Te szent lelked ereje által, a bennünk munkálkodó isteni szeretet által képesek tudunk lenni, hogy hitben és cselekedetben, munkánkkal, életvitelünkkel igazoljuk Jézus tanítványi mi voltunkat a jelen világában. Ott és akkor elődeink szorongattatások közepette is megértették, hogy a hitbeli különbségek nem kell szükségszerűen elválasszanak egymástól. Ma is ezért a bölcsességért imádkozunk.
hogy egymás mellett tudjunk megmaradni, valamint szellemi és anyagi képességeinkkel gazdagítani egymás életét. Főtisztelendő Bálint Bencédi Ferenc unitárius püspök kezdő imája után hallgassuk meg az erdélyi rendek által 1568-ban elfogadott vallásügyi határozatot. Az 1568-as évi Tordai Országgyűlés vallási határozata. Urunk, ő felsége, miképpen ennek előtte való gyűlésibe, országával, közönséggel az religió dolgáról végezött, azonképpen mostan és ez jelen való gyűlésébe azont erősíti. Tudnélik, hogy midőn helyökön a prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék ki az ő értelme szerint. És az község, ha venni akarja, jó. Ha ne pedig, senki kényszerítéssel ne kényszerítse, az ő lelke azon meg nem nyugodva. De oly prédikátor tarthasson, az kinek tanítása ő néki tetszik. Ezért pedig senki a szuperintendensök közül, se egyebek, az prédikátorokat meg ne bánthassa. Ne szidalmaztassék senki az religióért senkitől, az elébbi konstitúciók szerint. És nem engedtetik ez senkinek, hogy senki fogsággal, avagy helyéből való priválással fenyegessön az tanításáért. Mert a hit Isten ajándéka. Ez hallásból lészön, mely hallás Istennek igéje által vagyon. Bálint Bencédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, nyitó beszédében kiemelte, a közös célok elérése érdekében kifejtett apostoli munka jelent igazi lehetőséget arra, hogy ez a mai nap és ez a mostani esztendő ne csak szép emlékeink számát gyarapítsa, hanem a valós keresztjéni mi voltunk kiteljesítésében segítsen. És mit ér a történelem, ha azt vagdalkozásra használjuk? Ha csupán arra jó, hogy okos szócsavarással két vára kényszerítsük a vélt ellenfélt? Bizony semmit. A történelem akkor és csak akkor válik az élet proverbiális tanítójává, ha a jelenben élők képesek megérteni a nemes szándék értékét, valamint az alantasság méltatlan mi voltát. Jakubinyi György Miklós, gyulafehérvári római katolikus érsek szerint a vallásszabadság gondolata minden embert megmozgat, még az ateistákat is, hiszen a lelkismereti szabadsághoz az is hozzátartozik. Korunkban a terjedő elvilágiasodás hatására ráébredtünk arra, amit az Úr Jézus mondott. A keresztény tanúságtétel egyik erőssége az egység. Az ökumenikus és a vallásközi mozgalom a Szentlélek műve. Kívánom az Unitárius Magyar Egyháznak elismerése, mint intézménynek 450. évfordulóján, hogy küldetését továbbra is az evangélium alapján teljesítse. Kató Béla, az Erdély Református Egyházkerület püspöke ünnepi beszédében azt mondta, jó lenne, ha az Isten és ember iránti bizalom légkörében tovább tudnánk lépni, és a tolerancia Erdélye után megvalósíthatnánk a szeretet Erdélyét. A ma ünnepelt határozat megszövegezése mögött is teológus sejtenek a kutatók. Alig ha nem Dávid Ferenc határozati javaslatát fogadták el, vagy ő öntötte végleges formába a döntést. A felvilágosodás óta a modern állam egyik ismérve az egyházi és világi hatalom, illetve az intézményrendszer szétválasztása. Ám ez ahhoz vezetett, hogy lassan a keresztény tanítás, az örökkévaló Isten szava is kiszorult a törvényhozásból. Maradt az érdek. Kezdetben az országé, aztán a többségé, majd sok helyütt egyre kisebb csoportoké, egyéneké.
Törvényt lehet alkotni Isten nélkül, de akkor ne csodálkozzunk azon, hogy rövid időn belül ugyanaz a testület egymásnak gyökeresen ellentmondó határozatokat is hozhat. Torda üzenete számunkra az, hogy csak Isten igének fényében és lelkülete szerint lehet maradandó, korszakalkotó törvényt hozni. A romániai ágostai hitvallású 100 luteránus egyház püspöke Reinhard Guib szerint egyházaink között több az összekötő elem, mint az elválasztó, mindennek közös alapja a jó együttműködés. Országunkban a hitközségi tanácsban közösen munkálkodunk önökkel és az ortodox egyházzal, ugyanakkor az EDROM ökumenikus egyesületben a protestáns egyházakkal kiegészítve a Gustav Adolf Werk segélyszervezettel. Ugyanakkor a korábbi évekhez hasonlóan idén is közösen ünnepeljük a keresztények egységért a ökumenikus imahetet. Hálával telten köszönjük meg Istennek, a mi Úrunknak mindazt, ami az elmúlt 450 évben az ökumenikus, közösségi és keresztény szellemiségben megvalósult. Csűri István, a Királyhágó melléki református egyházkerület püspöke, rávilágított arra, időszerű kérdés a kisebbségbe szoruló kereszténységnek szerte a világban, hogy miként keresse küldetésének elveszített fonalát. Az ünnep azért szép és építő ma is, mert igazolja, hogy mi is kaptunk a szent időből szemet tisztító alkalmakat, őszinte vallomásokat, nagy évfordulók ölelésében az összekapaszkodás áldását ismerhettük fel. Isten országa az Anya Szent Egyház közösségében van közöttünk, amelyben egyedül az Úr rendelkezik. Ebből fakad az önmagunk igazi önrendelkezése, hogy viharok között bátran haladjunk, hatalmas szorítások között soha ne féljünk. Ebben rejlett az 1568. évi országgyűlés határozatának ereje akkor, és azért szólít meg ma is bennünket, hogy el ne feledjük a hit Isten ajándéka, amint azt a Római Levél 10. fejezetének 17. versében olvassuk, eképpen foglalva, össze és fogadva mi is ezt a gyönyörű emléket és ígét zárjuk a mi szívünkbe, és hozzátesszük ugyancsak a Római Levél 10. fejezetének 13. versét, aki segítségül hívja az Úr nevét, az üdvözül. Igen, ez az ünneplésünk tulajdonképpen erről szól, erről kell szóljon, az életről, a közös hivatásról, a megmaradás, a gyarapodás, az alkotásnak a parancsáról. De szóljon ez az ünnep a közös megújulásnak az igényéről, lelki, szellemi, hitbeli és miért ne erkölcsi újjászületésről. És szóljon a szétszakíthatatlan közösség erejéről. Jókai Anna szavaival élve, fogjunk hozzá a szabadság terének felépítéséhez. Tudatosan, kitartóan építsük magunkban és közösségünkben ezt a szellemi, lelki teret, a szabadság terét. Mert ezt a felépített lelki valóságot tőlünk soha senki el nem tudja venni. Hát miért ne? Hadd folytassam Jókai gondolataival, a szabadság tere elsősorban a szellem területén van, amikor az emberi szellem szabadon befogadja a világba érkező felső igazságot. Ahogy egy kortárs történész fogalmazott, minket magyarokat meghatároz a szabadság szeretete, nem tudunk és nem akarunk róla lemondani, mert a szabadság oszthatatlan. Szabadság ott és akkor van, mondja ő, amikor mindenki ismeri és tudja, hogy mi az, hogy igaz. Szabadság ott van és akkor, ahol és amikor ápolhatjuk identitásunkat, és azt meg is védhetjük, ha kell. Szabadság ott van, ahol tisztelik egymást az emberek, és szent az adott szó. Adorjáni Dezső Zoltán, a romániai evangélikus luteránus egyház püspöke hangsúlyozta, hogy igazi, autentikus szabadság ott van, ott jön létre, ahol jelen van Isten, hiszen ő az az erő, amely nem csak egy időre, nem félig meddig, nem látszatra, hanem valódi, tartós testvéri közösségbe, egyetlen lelki családba ütvöz minket.
Daniel Krisán, tordai ortodox esperes szerint Erdély vallási toleranciája meghaladta az európai szintet. Úgy véli, ma Erdély és Kolozsvár a multikulturalitás és felekezeti sokszínűség fellegvára. A 16. század Európájában számos vallásháború zajlott, és ebben a kontextusban teljesen előremutató volt ez a határozat. Láttuk azt, hogy mi történt Németalföldön, Svájcban, és a történészek, akik ezzel foglalkoztak, és alaposan elmélyülten tanulmányozták ezt a témát, ők használták ezt a kifejezést, amelyel én is a bevezetőmben üdvözöltem önöket. Egy mikrokozmosz teremtett meg a tordai határozat. Fel kell ismernünk elődeink hitét, fel kell ismernünk az áldozatot, amit őt hoztak, meg kell őriznünk az ő mártíromságuk emlékét, tovább kell adnunk azt az üzenetet, amelyet ők mártíromságukkal közvetítettek számunkra, az ő hitüket tovább kell adni. És nagyon fontos az, hogy ezt az üzenetet továbbítva a felnövekvő generációkat is ebben a toleranciában, ennek a toleranciának a szellemében neveljük, tanítjuk a hitre, tanítjuk arra, hogy merész célokat tűzzenek ki maguk elé, tanítsuk meg őket arra, hogy elutasítsák a gyarlóságot, a fogyasztói társadalom és más megtévesztő üzeneteket elutasítsanak, és megértsék a pontos és fontos üzeneteket, Pál apostol üzenetét, aki azt mondja, hogy emlékezzetek nagy elődjeitekre, kik arról beszéltek, hogy mi a fontos. Meg kell látnotok azt, ami szép és fontos, követni. Követnetek kell a hiteteket. Jézus Krisztus mindig ugyanaz marad. Őt kell tisztelni, őt kell szeretni mindörökké. Amen. Kalin Bungar Deán, ótordai görögkatolikus lelkipásztor szerint a ma munkálkodni akaróknak kötelessége és feladata megőrizni az elődök tanításait, amelyet a fiataloknak is át kell adniuk, hogy virágzó és békés jövőt építhessenek. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke rámutatott, ma egyházunknak az értékálló, egészséges krisztusi evangéliumot kell hirdetnie, amelyre érdemes építeni és odafigyelni, hogy a következő nemzedék ne legyen kifosztott generáció. Nem egy eszme, egy fogalom, hanem egy magatartásforma, egy lelkület, egy gondolkodásmód, egy életgyakorlat ünnepén vagyunk együtt, amikor azért adunk hálát, hogy felelős közösségek egy adott történelmi helyzetben rá tudtak hangolódni Isten akaratára, és meg tudták jeleníteni a boldogmondás igazságát. Boldogok a békességre igyekezők, mert ők az Isten fiai. A tordai országgyűlés 450 évvel ezelőtti végzésében az emberi indítatású békességóhajtás találkozott az Isten világ iránti szeretetéből fakadó türelmével. Ahogyan már mások is megállapították, a tordai végzés igei alapozású, és ez az Isten igéjén tájékozódó elfogadás lett az alapja az erdélyi teokratikus toleranciának. A tolerancia Istennek a világ iránti szeretetéből fakad. Az ember megváltása Isten hosszú tűrésébe, makrotűmiába és álhatatosságába, hypomonéba került. A mindenkori türelmetlen és álhatatlan embernek, nekünk is, erre a mintatürelmű Úrra van szükségünk, és hálás a szívünk, hogy ez a türelem minta a Szentírás Isten képének szerves része, az evangéliumból ismert mennyei atya. A tordai rendelet örökségének négy vonása ma is figyelmeztet bennünket. Figyelmeztet bennünket prédikátor védelemre, az ige szolgájának megbecsülésére. A prédikátorok az evangéliumot prédikálják, hirdessék, ki az ő értelme szerint, és a prédikátort ne bántsák az ige hirdetése miatt. Figyelmeztet bennünket a közösségi jog védelmére és megbecsülésére is.
kényszer nélküli vallásgyakorlat kifelé, egyházon belülre és egyházon kívülre. Ne szidalmaztassék senki vallásáért senkitől. Figyelmeztet hitvédelemre, a hit megbecsülésére, mert a hit Isten ajándéka. Hallásból van. A Kolozsváron induló és Debrecenben egyháztörténeti pályáját kiteljesítő révész Imre a következőket mondja erről. A megigazító hit Istennek kizárólagos szabad kegyelmi ajándéka, és ennek a hitnek igazsága egyedül a Bibliából világosodhatik meg, egyen-egyen minden hívő számára, a Szentlélek kegyelmes segítségének mértéke szerint. Tehát a kegyelem szuverén fenségét kisebbíti, és a Szentlélek munkájába kapkod bele az, aki bármi módon erőszakolni akarja embertársainál ennek vagy annak a hitnézetnek elfogadását, akármi mélyen meggyőződött is ő maga annak igazságáról. Farkas Emőd, a Magyar Unitárius Egyház főgondnoka szerint a történelem 450 év alatt sok mindent átrendezett. Az viszont nem változott, hogy közösségként, felekezetként összefogásra van szükségünk. Főgondnokként arra buzdította a híveket, hogy szelidek, türelmesek, és okosak legyenek, hogy tovább örökíthessék az ősök megőrzött értékeit. Milyen sok fájdalmas példa van ma is világszerte arra, hogy közösségek nem tartják tiszteletben egymás vallását, mennyi a vallásháborúnak álcázott politikai konfliktus és a politikai konfliktusokat eredményező vallásháború. A vallásszabadságról szóló országgyűlési határozat szelleme semmivel sem kevésbé aktuális, mint 4,5 évszázaddal ezelőtt. Ám miközben nem szabad megengednünk, hogy a magasztos elvek csorbuljanak, hogy a felismert és kinyilvánított igazságok ereje tompuljon, azt is látnunk kell, hogy nem mindig egyszerű feladat türelmesnek maradni. A történelem nehezen megválaszolható, ám megkerülhetetlen kérdésekkel szembesít. Miként értelmezhető az, amikor ma sokan a tolerancia eszméjét tűzik zászlajukra, miközben szem előtt évesztik saját gyökereiket? Eljuthatunk-e odáig, hogy a mások iránti türelmet összetévesztjük az önfeladással? Lehetünk-e toleránsak az intoleranciával, türelmesek a türelmetlenséggel szemben? Válaszok után kutatva ismét az unitárius címerünkkel összefüggésben hozható bibliai vers jusson eszünkbe. Ímé, én elbocsátlak titeket, mint juhokat a farkasok közé. Legyetek azért okosak, mint a kígyók, és szelídek, mint a galambok. Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke, az egyes ember hitbéli meggyőződésének és felekezeti hovatartozásának tiszteletben tartásáról beszélt. A szabadság, ahogy azt már annyiszor bebizonyosodott a történelem során, az anyagi világ értékeitől eltérően osztható. Egyik közösségnek sem lesz belőle kevesebb, ha a másiknak is lehetővé teszi annak teljes körű megélését, mint ahogyan ígérték nekünk, erdélyi magyaroknak 100 évvel ezelőtt. Az ünnep, a megemlékezés nem csak a múltról szól, hanem a jelen reményeiről, tehát a jövőről. Az istentiszteletet követően leleplezték a vallásszabadság emlékművét a római katolikus templom kertjében. A bronzból készült alkotást 45 beküldött pályázatból választotta ki egy szakbizottság, alkotója Liviu Mokán, kolozsvári szobrász. Az ünnepi eseményen előterjesztették, hogy Magyarország országgyűlése, valamint Románia parlamentje és az Európai Parlament méltassa a tordai ediktum korszakalkotó jelentőségét, és január 13-át nyilvánítsa a vallásszabadság emléknapjává. Ennyi fért a mai adásba, köszönöm figyelmüket, viszontlátásra, egy hét múlva találkozunk.